2012. szeptemberében közadakozásból és emberi összefogással elkészült a Dunaharaszti és Taksony közötti kápolna felújítása. Az évfordulóra emlékezve ünnepi misét tartottak, ahol Berta László káplán köszöntötte a jelenlévőket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves dunaharaszti és taksonyi híveket, akik eljöttek zarándoklatszerűen az idei Szentkereszt búcsúra. És külön szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Kis Duna TV adásán keresztül kapcsolódnak be közös ünneplésünkbe. Az ünnepi szentmisét Szerencsés Zsolt plébános atya celebrálta, aki Soroksáról érkezett. Kedves testvérek, megmondom őszintén, hogy ezekben a napokban nekem Rómában kellene lennem, hiszen a Jeruzsálemi Szentsír lovagrend tagjait Szentatya oda hívta egy világ találkozóra, és magam is, mint a magyarországi helytartóság második egyházi vezetője, ott kellene, hogy legyek. De mégse bánom, hogy lemaradtam, hiszen itt is most egy hegyen vagyunk, egy Kálvária hegyen, amely mindenképpen eszünkbe juttatja azt az eredetit, a Jeruzsálemit. És közösen ünnepeljük itt a Szentmisét, és kérjük az Isten kegyelmeit, hogy azokban a búcsúkban, búcsúfiákban, amit ilyenkor szoktak a mi őseink hazavinni, lelki értelemben minél bővebben részesedjünk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A műsorban közreműködött a Szent Cecília kórus Fazekas Tamás kántor karnagy vezetésével. A Kálvária kápolnában minden hónap második vasárnapján tartanak misét, vagyis legközelebb október 13-án lesz.